Szeptember 24-én hivatalosan átadták az Erős Lajos Református Általános Iskola és Óvoda Csillagtag óvodáját. Az ünnepi nap reggel 9 órakor a református templomban hálaadó istentisztelettel kezdődött, ahol főtiszteletű dr. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke a gyermeki lélek érzékeny, különleges voltát, illetve a református óvodák jelentőségét hangsúlyozta. Isten akarat érvényesítéséből, az ő eszköztárából a gyengéket, a kicsiket állítja oda, és rajtuk keresztül érzékenyíti a felnőtteket. Pedig a csecsemők és a gyermekek nem számítanak a világ hatalmi tényezői közé, mégis beveti őket Isten. Szabadsága van arra a Teremtő Úrnak, hogy lelkének erejét cserép edényi kis életekbe helyezze, féltenivaló emberkéknek ajándékozza, mert Isten választhatja őket arra, hogy amire mi legyintünk, akinek a szavára nem adunk, az mégis meg tud változtatni bennünket. Az apró gyermekszemek, az ő mosolyuk, a legkérgesebb atyai szívet is meg tudják enyhíteni. És nincs édesanya, és nincs olyan korú gyermek, ha már megvénül is, hogy az édesanyja szemébe ne csalna könnyet az, amikor a gyermekétől kap köszönetet. Igen, az Isten kezében olyanok, ezek az apróságok, mint a villám. Belén tud hasítani, meg tud változtatni, jó irányba tud bennünket fordítani. A gyermekek kemény szíveket tudnak emberségre hangolni. Kedves testvérek, gyönyörködjetek a gyermekeitekben, a jó mondatokban, mert ezek a gyermekek az óvodából versikéket, énekeket, imádságokat fognak hazavinni. Mert az óvónőktől el fogják tudni tanulni a jó mondatokat, az istenes beszédet is. De nagy kérdés, hogy a gyönyörködésből megszületik-e az a döntő kérdés, hogy kicsoda ez? Kicsoda ez, aki a gyermekem ajkán dicsőítést kap? És megszületik-e a válasz bennünk, hogy kicsoda ez? Hogy ez a Jézus Krisztus a világ megváltója. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a teljes válasz. A régiek csak azt tudták mondani Jeruzsálemben, hogy ja, kicsoda ez? Hát ő az, aki a Galileából való próféta. Mi ennél sokkal többet tudunk. Ezért a mi óvodánk ajtót kell, hogy tárjon a teljes válaszra. Azért indítunk egyházi óvodákat, hogy ne csak félig meddig tudjunk valamit Jézusról, kereszténységről, egyházról, szentírásról, templomról, hanem érezzék ebben magukat otthonosnak. Hogy természetes legyen az, hogy át lehet lépni a templom küszöbét. Mert Jézusnak be kell vonulni a mi életünkbe is. Nem csak egykor Jeruzsálembe meg virágvasárnapon, hanem személyesen hozzánk, hogy belépjen a mi családunkba, a mi életünkbe, a mi közösségeinkbe, és ennek az egyik kapuja a püspökladányi Csillag óvoda bejárata. A püspökladányi református óvoda megszületett, és ez az alkalom a keresztelője, mondta Pella Pál lelkipásztor, majd részletesen taglalta a folyamat állomásait. A gyermek születésének több lépcsője van, az első nyilván a fogadtatás. Ez a óvoda esetében úgy történt, hogy kapta az értesítést, hogy az országos adatokra keretében a magyar államtól kapott támogatás a zsinat által és a kerület által és az egyházmegy által jobban előtt
keret összegében az óvodákat támogatják. Kérdéseket elfogadták, és igényeket elfogadták, és támogatják. Ez volt a fogadtatás. Ez ennyi van, hogy terhesség, hát volt egy terhesség időszak. Gyermek esetében ez 9 óvodákkal volt, nehéz szülés. És aztán elkövetkezik a megszületés, elkészül az óvoda, sokan látták. Én azt gondolom, hogy aki elmegy az óvoda előtt, nem tud nem oda nézni, és nem tud benne gyönyörködni. Na de hát a születés az még kérdés, mert a hivatalos papír kell, hogy legyen, ugye az ember nem születik, mert megszületik, gondolja, sok ember csak úgy megszületik, nem, mert a hivatal akkor kiadja a születési anyagát. Hát ez a technológia folyamán megtörtént, megvan az óvodák születési anyagkönyve kimaradta, ezt úgy hívják, hogy nem működési anyagkönyv is meg, de használom a viteli engedély. Ezzel világra jött az óvodák. És a mai napon úgy gondolom, hogyha ha beéveszünk ebbe a sorba ezt az eseményt, akkor én a mai napon tisztelettel jelenteni úgy fogadom, és úgy vagyok itt, mint az óvoda keresztelője. Úgy gondolom, hogy ma kereszteljük az óvodát. És ha azzal kezdtem, hogy baj, hogy a keresztségre is tárgatok, akkor hallottam, hogy aztán többen már hallottak tőle. Óvodák születésekor a kinder szövetek szemet kapta, és ma a keresztségben kapja meg a csillagot. Meglepetés. Gyermek meglepetés, mert az óvodák olyan óvoda volt, és remélem, hogy lesz, és amit minden nagyjában egy meglepetés okozott. Mindig volt valami új, mindig volt valami érdekes. De nem ilyen a csillagot kapja a keresztségben, mert a csillag alatt vagyok. Ha felnéz, a kedves elnöki gyülekezet, aki egy felnézett a nézetre, akkor egy csillagot látott. És mivel a múlt szerintem nagyon fontos, és érdemes megfogni elődjék tanácsát, nyilván nem véletlenül tették oda a csillagot. Nem gondoltam a mester, hogy hát ott van egy sülesen, hogy tegyük már a csillagot. Hanem üzenete van neki, és ez az üzenet az igéből számomra kármilyen Bibliában, kármilyen fordításban van. A legszebb és a legtisztább, amikor azt mondja, azt írja a bölcsek, amikor megérkeznek el a múlunkhoz, és örömmel, amikor meglátják a csillagot, örömmel örvendeznének, kettős öröm. Örömmel örvendeznének, mondja az öreg kármány. A megjelenteket Bodó Sándor országgyűlési képviselő is köszöntötte, s felelevenítette a református iskola megszületésének körülményeit, majd az állami támogatásról beszélt, amelyen a magyar kormány a református óvodák létrejöttét támogatja. Építkezik Püspökön a református közösségek, és azt tudom mondani, hogy az építkezésnek is már évtizedes tapasztalatai vannak. Ma persze építkezés is, mert a szabjából semmilyen sem csak a építkezésnek számomra az egyik legfontosabb üzenete, amire Püspökön is felhívta a figyelmünket, hogy nagyon sok gyermek van most közöttünk, akár a szülei létrejön a kapcsolatban. Míg a szertartás tartalom is figyelte a gyermekeket, és olyan kis figyelme segített a rétegről, mert hiszen körül hallgatta bennünket, vagy az előtte szólóval, néha elnéztek anyukára, apukára, összemosolyogta, egy simogatás volt a visszajelzés, vagyis ha arra kell gondolnom, hogy egy család, egy református közösség ugyan is építkezik, mert ennek szerepével elmúlni láthatunk volna. És hát építkezik szó szerint értelemben is református közösség, ma már múlt, de vannak, akik még emlékeznek már mindenkinek, hogy valamikor, hogy az időségről kezdtünk el gondolkodni, hát az sem volt egy egyszerű vállalás. Egy iskolépületet alakítottunk át, talán még a óriási karakban is voltak a későbbiekben, de minden esetben az első lépések, az első nehézséget akkor is megtapasztaltuk. És voltak nehézségek, és mondták, hogy miért nem avatkoztok be? Hát azért, mert
Tóth Lajos polgármester beszédében elmondta, hogy örömmel konstatálta, milyen sok református óvoda épülhet az országos óvoda program jóvoltából, és ennek egyik helyszíne lehetett Püspökladány. Thank you.
személyes tapasztalatok és véleményem, egy több mint 400-an keresztül a helyi középiskolában végzett végzettel állított előadatokat során, ez a csodálatosság sokkal pedig szakértő két van a szakmai vizsgálatokat alakult ki, mindig fontos a megfelelő értékválasztás. Ez részben már szélkodik értéket, amit a rendésítási terjesség középpontjában az állami fenntartású, illetve az egyházi fenntartási tétán alatt. Mindegy valós értéket vezet itt, ezzel együtt hangsúlyozom, hogy minden szülő gyerek számára adasson meg a választás lehetősége. Nagy tiszteletű Szabadi Árpád, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye nyugalmazott esperese, szintén örömét fejezte ki az óvoda létrejöttével kapcsolatban, valamint annak nevének a csillagszónak jelentőségét hangsúlyozta. Egyetessük meg, hogy a köszöntésemet egy ígével húztam alá, a Filippi levélből szeretnék néhány hangulatot olvasni. Isten az, aki munkája bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül, hogy legyetek mindent, hogy fenyhetetlenek és romlatlanul legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényre figyeltek. Sok-sok évvel ezelőtt egy különös hír járta, de nem csak Magyarországon, hanem a világon is, hogy Püspök Ladány mellett körül különös felhő jelent meg, és hát ez a felhő volt, aki úgy ábrázolta és úgy mondta, hogy az Isten jelent meg, csodájára jártak, egy darabig, ez egy felhő volt. Én viszont azt mondom, hogy Püspök Ladány felett Isten fénye jelent meg és van jelen, akkor, amikor ez az óvoda elkészülhetett. Ebből az igéből, amelyet felolvastam, különösképpen azt szeretném kiemelni azt a mondat részt, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek. Ez a hangsúly. Nagyon szép ez az épület, amelynek a felnövekedését elkészültét látunk. Nagyon nagyszerű az a program, ami országos szinten az egyházaknak is lehetőséget ad arra, hogy oktatással, neveléssel, ügyös gondozással foglalkozzon. De tulajdonképpen az, hogy én most itt megszólaltam, annak motiválója Püspök Urnak ige hirdetése a kosárban. De ha nem tudunk kosárban kiállni, akkor maradnak a kövek, maradnak az épületek, marad minden úgy, ahogy volt. Nem az a lényeg, hogy az van kiírva egy óvodára, hogy református, hanem a lényeg az, hogy tudunk-e az életnek ígére figyelni. És tudunk-e hozsannát kiáltani? Tudnak-e a gyerekek imádságos népkörben felnőni, és ez hazavinni? És a szülők átérzik-e ennek a csodáját, és maguk is bekapcsolódnak a hozsánnázó közösségbe, ha az életére figyeltek. Nem véletlenül szól Jézusnak az a felhívása, engedjék meg hozzám hogy a kisgyermekeket, mert ilyen egyetésre van szállva. Nem akarja mindenki, hogy a gyermekek világban Isten van szállva legyen. Talán különösen ecsetelni sem kell ez. Vannak olyan erők, amelyek pont ezt nem akarják. Pont azt nem akarják, hogy a kicsi gyerekek szívében felnövekedjen a hit és megteremtődjön a hit, hanem másra vannak. Másra vannak a családoknak. Másnak vannak a jövőnek. De hát kegyelmes az Isten, és adott lehetőséget egy Püspök Ladányba is arra, hogy ezek a kicsi gyermekek az őket nevelő, segítő felnőttek, óvónők, dadák, a mögöttük lévő gyülekezet legyen ragyogó közösség, hogy csillagoknak teremtsen az óvodában.
És ha csillagok nőnek, és csillagok indulnak majd tovább, azok hordozni fogják a fényük is. Keresztelőt ünnepelt a gyülekezet, eljöttek hát a keresztszülők is, akik kedves szavaik mellett ajándékokat hoztak. A Debreceni Református Kollégium óvodája egyfajta keresztszülői minőségben van most jelen, hiszen az elmúlt időszakban a közös együttgondolkodás, a sok beszélgetés, a sok látogatás jelentette. Keresztülnek az a feladat, amikor hazaérkezik a jövendény, akkor ilyen komatálat. És most mi is meghoztuk a magunk komatáját, és hiszem azt, hogy a kezemben tartott komatára legalább annyi erő van, mint abban a házi túlkos sebesben, házi csivatészában, amit a gyerek és miért volt ez? Mert nekünk ez a kedvencünk, és akkor jó igazán ajándékot adni, amikor nem csak úgy le tudjuk az ajándék kitalálását, hanem olyan tudjuk adni a másiknak, ami számunkra is nagy kincs. Azt gondolom, hogy jelenleg a kereskedelmi forgalomban megszerezett gyermekbibliák közül ezek a legértékesebb, hiszen mind képanyagban, mind tartalomban a legmagasabb szakmai minőséget képviselik. És gyermeket nevelni, református óvodában keresztény szellemmel nem adhatjuk alá. Kívánom a Püspök Ferenc Csillag református óvodának, hogy mindig magas szintű szakmai munkát tudjon végezni, és a támogatásunkat, és az, hogy továbbra is mi keresztül állunk mellettük, azt ezen a szent helyen megígérem. Isten áldja mind a családokat, akik bizalmon szavaztak az indulat fogásokon ellen, türelemmel várják, nem jön hasonlóan hetek óta, és áldást kívánom valamennyi munkatársak is feladó egyházasságnak. Köszönöm szépen! A hajó köszönőjével a szakmányosan nevében hoztam a szeretetes magot. Azért jövök, hogy elérzik időbe, mert én talán gyermekét vagyok a barátom, szóval a Isten azon tudom más felhoz szépen, máshoz szolgálok. És igaz az, hogy érezem, hogy mindig tudom. Kétetetlen áldozatlan vízítőtől, és három szeretett és másokra szólnak. Jó magam, családom és munkatársaim nevében áldást, szeretetet, hogy is kívánok az oldalon minden dolgozójának, családoknak és kisadó gyermekeknek. Bíróné Szabó Brigitta, az Erős Lajos Református Általános Iskola és Óvoda Intézmény vezetője beszédében elmondta, milyen fő irányvonalak mentén szeretnék nevelni a leendő óvodásokat. Amikor egy határt felnézett az elmúlt időszakban, akkor az a belső kerülésünk a számára, amikor a fenntartó belső bíró elfogadta az alapító oktatási módosítását, és az óvodai intézményen tetszőrű, közös igazgatási közlelési részvényében az erősséges református általános iskolában. Az időkapszulában az alapító kiadók kívül belekerült a mai évben és nem szeretne kívülje, a belső kérdők kis tanulója, az iskola és az óvoda alkalmazatainak végében nézve, az iskola gyűlőnök kiadványa, a szombra járkép a csillag, 3D,
lábak és a kezének sáncot is. Zóra életének fotója, felül és bevelető kis ménye, és egy-egy kis merben méz, bor és pálinka, becsükre rázta helyába. Az időkapszula fontos üzenete, csak is közösségi összefogással sosos hívő, és nemzeten támogatókkal is a lelmesnek a gyermek ezt a fontos elkövet, a csodát, üsötelen a református elkövetet. Szóval a Úrja, egyedül is elkövetsessége. Az alapító Az Isten tisztelet zárásaként az ünneplő gyülekezet meghallgathatta az iskola kórusának műsorát. Az ünnepség az óvoda épülete előtt folytatódott, ahol nagy tiszteletű Szabadi Árpád nyugalmazott esperes mondott áldást. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! Én azt gondolom, feltéve, hogy mindenki egyetért ezzel, hogy egy ilyen csodálatos épületnek az átadása Isten áldásában lehet teljes. Éppen ezért hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk és úgy kérjük Isten áldását. A mindenható Isten kegyelme őrizze meg ezt a házat. Vigyázzon e házban dolgozókra, az itt élőkre. A mindenható Isten szeretete hordozza az itt növekvő kicsi gyermekeket.
Legyen a kegyelem Ura a fenntartó egyházközséggel, áldja meg a szülőket, az otthonokat, ahonnan a gyerekek ide érkeznek. Adja a kegyelem Ura, hogy Krisztus csillagaiként tölthessék be úgy az itt dolgozók, mint az innen kikerülő kisgyermekek szolgálatukat és küldetésüket. Maga a békesség Istene adjon nektek minden körülmények között békességet, az Úr legyen mindnyájatokkal. Amen. Az áldás után az ünnepélyes szalagátvágás, az időkapszula, illetve az óvoda zárókövének letétele következett, majd bíróné Szabó Brigitta intézményvezető bemutatta a tagóvoda vezetőjét, Rábainé Vura Ilonát, valamint az óvodában dolgozókat. A tagintézményvezető szintén megosztotta gondolatait a jelenlévőkkel, s felvezette az óvodások műsorát. Azt gondolom, hogy öröm és hála a szívünkben, hogy most itt állhatunk az új óvoda bejáratánál, és mint ahogy elhangzott a templomban, hogy a templom ajtaja, kapuja mindig nyitva áll, most az óvoda kapuja, ajtaja is nyitva áll, és ugyanezt tudom mondani az iskola kapujára és ajtajára. Szeretettel várjuk mindig is a családokat, a gyermekeket, nem csak itt az óvodában, hanem az iskolában és a templomban, a gyülekezetben is. Szeretettel mutatom be a Csillagreformátus óvoda tagintézményvezetőjét és leendő munkatársait, akiknek hol voltából ez az épület, ami hát hallottuk, hogy milyen sok fáradozás munka árán épült föl az elmúlt időszakban megtelt színnel, kreativitással, élettel, de igazán azt a pillanatot várjuk, amikor a megérkező gyermekek töltik be a tereket, és együtt a szobornénikkel, Dajka nénikkel fogják ezt az épületet, ezt az udvart megtölteni élettel és lélekkel. Ide szólítom elő Rábainé Vura Ilonát, aki a óvoda tagintézményvezetője, és az ő munkatársai, óvónéni, Vadászné Bene Zsuzsa, Földesi Klára, Rász Csóka Szilvia, Szipász Szabó Anikó, Balogné Bede Róza, és a Dajka nénik, Szabó Faragó Zsuzsa, Magyari Edina, Kárainé Sárkózi Katari, és az élelmezés vezető Vigné Rácz Annamária lesz. Kívánok nekik! Istentől megáldott tartalmas szakmai munkát, és minden jót az előttetek álló évekre. Isten szeretetét megtapasztalhattuk, és megtapasztaljuk nap, mint nap. Ezzel a szeretettel szeretnénk megismertetni a gyermekeinket is. Valljuk, hogy a gyermekek és egymás megbecsülése, tisztelete, a jóindulatú segítőkészség példája a legnagyobb hatású nevelési módszer. Fontos célunknak tartjuk az Isten és az ember szeretetre való nevelést. És most pedig szeretném bemutatni a leendő óvodásaink közül néhány kedves kisgyermeket, akik egy nagyon rövid kis műsorral készültek. Kislara Emma, Lövei Kamilla, Kotric Léna, Nagy Dalmos Benedek, Hegedűs Lili, Hegedűs Panna, Szabó Levente, Pap Lili, Szabó Zsófi és Szitás Anna Sára, és a hangszeres kísérletet pedig meg Fekete Zsuzsanna tanárnő adja. Fogadják szeretettel a kis műsorokat. Nem jöttem a falakra a vidám bábok, kuncogják a nagyvilágot. Itt nevedve szobbalát, felfeledünk száz szolát. Hát amikor széljel éved, látom milyen jó kis széket. Hívogatnak Csücsi, de el se hinné senki se, hogy a asztal nem hatalmas, és a mosdó itt alkalmas. Csuda, csuda, csuda jó, itt fincsi a kakó. Ahány játék annyiféle, és a mesének sincs vége. Abban a csak hobbiban, minden jelben takozik.
most érkeztünk Veszprémre, most érkeztünk Veszprémre, a verseket énekemet mondom kedvemre. Áldás szálljon Eszházra, Eszháznak gazdájára, mire jöttünk köszönteni az óvodánkat. A nagyszabású ünnepséget követően a meghívott vendégek és a szülők bejárták az óvoda épületét, hogy megnézzék, hol fogják majd hétköznapjaikat tölteni a gyerekek. Az udvaron mindeközben már nagyban játszottak az óvisok, ahol Pella Pál lelkipásztorral beszélgettünk, és elmondta, már csak napok kérdése az óvoda hivatalos elindulása. Mikor vették birtokukba a gyerekek az óvodát? A jövő hét folyamán meg lesz minden hozzá szükséges papírunk, engedélyünk. Hány csoport van, hány gyermek fog idejárni? Hát, hogy hány gyermek fog idejárni, remélem sok ezer majd az idők folyamán, és nagyon sokáig fog ez az épület szolgálni bennünket. Most jelenleg három csoport van, azt gondolom, hogy a külső képeken is jól látszik, a színezésben is elválik az épülettől. Három csoportos óvoda. Hát a 75 a csoport létszám, nyilván jelentkezőkben is megvagyunk, azt majd a következő napok eldöntik, hogy amikor már tényleg el lehet jönni, akkor hány szülő, aki jön. A szándéknyilatkozatok szerint most az épület teljes üzemmel indul. Az önkormányzattól, illetve az önkormányzat megfelelő gazdasági szervezetétől vásároljuk az élelmet. A konyhai rész elkészült, de egyelőre tálalókonyha, tehát a főzőkonyhához még néhány engedélyt be kell szerezni, de főzőkonyhával tervezünk a hozzamosabb ideig. Tehát hogy szokták mondani, középtávon, ugye rövid távon tálalókonyha és közép, illetve hosszú távon főzni szeretnénk. Örülök a mai ünnepségnek, hogy idáig elérkezhettünk, és köszönöm mindazok munkáját, akik ebben segítségünkre voltak. Nyilván a magyar államnak a anyagi támogatást, a zsinatnak, a kerületnek, főtisztelő Fekete Károly püspök úrnak, illetve Üzlős Esperes úrnak a támogatásokat szeretném megköszönni, és hát a gyülekezetnek, a pedagógusoknak, akik szervezték, hiszen életet ők visznek bele. Szeretném ugye a lelkisztársamnak, ugye a feleségemnek is megköszönni a maga segítségi támogatását, intézményvezetőnek rengeteg kellett talpalni, sok menéssel járt ez együtt, illetve a hivatal munkatársainak, a kivitelezőnek tartozom köszönet, akiket a templomba fel is soroltam egyébként, illetve egy maradt ki még, amit szeretnék megköszönni itt a Keserű Ágnesnek, aki ugye itt intézte és a használatvétel kiadást, az engedélyezést az építőhatóságnál, ő volt az, aki kezében tartotta a fonalat és intézte az ügyeket. Remélem, hogy sok öröm forrása lesz ez a óvoda. Szülőknek, gyerekeknek, mindannyiunknak. Rábai névura Ilona tagintézményvezető elmondta, fontosnak tartja azt, hogy a gyerekek minél kisebb korban megismerjék a keresztény értékrendet. Nagyon nagy megtiszteltetés ez, hogy ezt a felkérést kaptam, hogy legyek az óvodai tagintézménynek a vezetője. Nagyon fontos, én azt látom, nem csak az iskolás korú gyermekeknél, hanem az óvodás korú gyermekeknél is, hogy megismerjék az Isten szeretetét. Amit ki is emeltem már a beszédben is, hogy a gyerekeknek nagyon fontos és egyre fontosabb az, hogy minél kisebb korban megismerkedjenek a bibliai történetekkel, az Isten szeretetével, és az óvodai nevelésen, az alapnevelésen kívül ezt szeretnénk itt megvalósítani, ezt a keresztény értékrendet, az egymás iránti tiszteletet, megbecsülést, a jóindulatú segítőkészséget, és az, hogy figyeljenek oda egymásra a gyerekek. A mi programunk alternatívája a játékkal és mesével nevelés, és ebben is azért választottuk ezt, hogy mesével együtt a bibliai történetek is nagyon jól beleilleszthetők ebbe a programba, és ez nyilván egy mindennapi dolog kell, hogy legyen, hogy ismerkedjenek vele, ismerkedjenek az imádsággal, és ez beépüljön a mindennapi életünkbe. Főtiszteletű dr. Fekete Károly püspök elmondta, hogy a Tiszántúra 23 református óvodát építenek, melynek egyike a helyi Csillagtag óvoda. Nagy öröm, mert a 23 Tiszántúra tervezett
óvodánknak az egyik fontos darabja. Püspökladán egy olyan bázisgyülekezet, amelyik nem csak a várost szolgálja ki, hanem a környékre is kihatással van, és a hajdúvidéki reformátusságnak olyan regionális központja, ahol iskola is működik, és tudatosan szerettük volna a már beindult iskoláinkat óvodával is megtámogatni, hogy legyen egy olyan közlekedő edény, ami végigviszi a gyermekeket a református oktatásban, kezdve az óvodától, és hogy ez itt megvalósulhatott, azt gondolom, hogy az előhírnöke annak, hogy az iskolát is bővítjük, és remélem, hogy évek munkája, engedélyeztetése, közbeszerzése után az iskola is föl fog épülni, viszont ezek a gyermekek, akik egy ilyen környezetben élhetnek, azt gondolom, hogy egész életen meghatározó, mert egy olyan igényes és színes környezet, ami gazdagítani fogja az ő személyiségüket. Tóth Lajos polgármester elmondta, mit jelent a város életében a református nevelési intézmények fejlődése. Történelmi léptékű volt püspökladai oktatás történet, nevelés történetében az a pillanat, amikor a református iskola elkezdte működését. Úgy ítélem meg, hogy most a református óvoda, csillagóvoda működésbe lépésével egy hasonló léptékű, nagyon nagy fontosságú mozzanat a város életében, ugyanis már 3 éves kortól megkezdődhet a református egyház intézményeiben a nevelési folyamat, ami tudjuk, hogy a gyermekek fejlődésére, lelki és minden egyéb fejlődésére jelent hatással van. Fontosra tartom, hogy a eddigi világi tartalmú óvodai nevelés mellett a református tartalmú nevelés is megkezdődhet, és örülök annak, hogy ilyen szép új intézménnyel gazdagodott a város, mert a város gyermekét és egy gyermekét fogadhatják ilyen 21. századi kultúrát és eszikus körülmények között. A Hálaadó Isten tiszteletet teljes egészében kommentár nélkül című sorozatunkban láthatják nézőink.